sikerültünk jól valami hengerszerűen. Mi újra, hogy ilyen tovább azon számogattam itt a különböző trucokat a háznak. Csomó idő egyszer járnak fel. De végre elkezdődik valami fök a munkát. Ja, ide rakom ezt inkább. Jobban lehessen látni. Cuccokat. Sajnos megint az a szituációra futja, hogy nem tudok szövegelni, mert ugye lehet látni, nem megy a dolog. Hogy a picsához szövegek így, szóval mindig azon most egyébként. Van? Szóval csak elvárom. Hey. Nem tudtam be ezt a kurva anyját. Egy pillanat. Csodálkoztam, mondom, mi van, de se egy dugó ezé. Aztán valaki orvul lekapcsolta a villanyt. Na. Töltődünk ez itt most már. Hát, locsolnak szerintem, az locsoló, nem? Locsolnak, nem locsolás? Hát valakit az a vízizével locsol, vagy mit csinál? Na, ilyen mindig is légy, tudom én is. Locsolgatnak itt, vagy mit tudom én. Meg kell néznünk az új pályát, kíváncsi, hogy ki mi újság. Aki fél, van nálam íz is. Ezt elmondom nektek, és én van nálam kofi. Ezt ma olyan régóta egyébként tartogatom erre az alkalomra. Akartam egyébként elvinni magammal ízékor, mert valami ezt nem tudom részesülni egy szari föld jóból. Na, hát köszöntöm a kedves és tisztelt nézőket. Itt vagyok a nagy szélelbélet, széltlónap Micimackóvótól idézve környéken. Hát nézzük mi újság, és jönnek már egy csőstű faszki van. Csak köszönöm, nem tudnak be az meg bunkógecik. Nézzük mi újság a Heroes 3, és új pályával fogunk keménykedni. Megnézzük, mit tartogat számunkra az új pálya. Betöltés, hadjárat. Na nézzük azt, hogy hagytuk abba legutóbb. Nem lehet látni a fényképezőgép tűnődéve, hát 15 óra 21 percet látok. Igen, ez a kis csalát lő a keresztbe, ez Hardal, de szóval az mindig ugyanez van. De nem, állj csak meg, itt a végigvittük, és akkor most volt a választási lehetős, azt nem mentettem el. Jó, oké, oké. Akkor visszunk ide. Második map végig, és akkor ez jön most. Kérem tisztelt, itt az új pálya. Ez jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor a harmadik pályája tulajdonképpen a halottaknak. Úgyhogy körülbelülként ezt tudom mondani. Annyit tudunk, hogy két ellenségünk lesz. A pirosak és a kékek. És mi leszünk a lilával. Megmondom őszintén, ebben a színbeállításra, meg ezzel a világításra, ami most jelenleg itt van, nem nagyon látom a különbséget, ami a lila meg a kék között, de majd rájövünk. Választunk bónuszt. A bónusz az lehet egy ilyen vámpírköpeny, ami 10%-os nekromancia képzettséget ad pluszba, ami nem rossz egyébként, mert ez egy gyűjtögetős. Vagy egy másik az upfilter is valamiféle, ez is ad valami nekromancia képzettséget minden szövetséges hősnek, gondolom én. Ez akkor ez basic nekromancia lenne. A kiantolt sírokat pedig szerintem megveszük magunk. Szerintem a legértékesebb ezek közül a vámpír köpeny, hiszen ezeket meg tudjuk építeni a várba. Úgyhogy akkor én ezt választom. Én itt van maga a videóbejátszás, szikrázik mindenki az indulattól, és itt pedig aztán jön maga a pálya. Jó. Elmondom mindenkinek, nincs föld alatti rész, a pálya miért MS. Az első lépés, amit nagyjából tehetünk, az annyi lesz, hogy... Na mi van már itt? Kigitálnak meg abban. Amit nagyjából egyébként tehetünk, az kb. Annyi lesz, hogy megnézzük, hogy mégis mi újság van. Kigitáltak meg, mondom. Ez a térkép, ez időre megy. Teremtményeket összegyűjteni, ez a cél. Itt az múltvégén már láttuk, 2500 csontadat kell összeszeregetni, mégpedig nem kevesebb, mint 3 hónap alatt. Ugye ez azt jelenti, hogy 3 hónap, 4 hét és 7 nap, ugye az 4 hónap gyakorlatilag alatt kell átizélni. És a nehézségi szint az normál. Mit csinálok lépten ebből ki? Na, nézzük, mink van. Itt egy várunk. Azt mondja, első lépésre nézzük már meg azt, hogy kinél van a köpeny. Itt a köpeny, expert nekromantok, ez jó választás volt. Tudod, a vámpír pofa, vámpír specialitása. Két halállovag, 50 csontváz, már meg is van, már csak ugye 2450-et kell szedni. Itt van ugye maga a 10 zomb, és itt van maga gyakorlatilag a két fekete lovag. Basic támadással rendelkezünk, ami azért nem rossz. Expert nekromanciával, advanced tüzérséggel. 20 pontunk van, 2 könyv, 2-2-2, ez egy harmadik szintű halállovag. Nézzük, mit tud alapból varázsolni, csak kőbort. Kőbört.
Tudja ez. Ez a másik, ez második szintű, Attack 2, Defense 0, Power 2, Knowledge 2. Speciális a nekromancia, expert nekromancia, ez még tulajdonképpen ennek kéne igazán áttenni azt a köpenyt. Mert ez tudná hasznosítani, mert ennek alapból van egy 5%-os bónusza, szintenkénti, plusz expert, plusz egy köpeny. Még lenne egy upfilter, azt akkor aztán apám csontváz nagy hatalom lenne. Nyilván érzi mindenki, hogy arról van szó, hogy nem ülhetünk itthon ölbetett lábbal, ugye, hiszen 2500 csontváz nyilván nem fog termődni az egy darab várunkba 4 hónap alatt. Ugye itt szó harcolni kell mindenki, azt amikor levered őket, akkor bok használ csontit. Az expert, nekromancia, meg az cuccok, ezek mind ezt segítik, hogy ezzel tudsz nagyon gyorsan cuccokat kapni. Harcunkhoz meg lényeket kell szednünk, úgyhogy ebben a szempontból el kell kezdenünk a munkát. Nézzük, mi van felhúzva. Átkozott a temploma első szint, ez jelenleg le van égkülő, nem is érdekes, mert nem Slack Toys, meg Toys upgrade-et kell szednünk, hanem csak simát, úgyhogy nem is kell ebből több. Sírkertből megvan, ez is megvan, nagyon egyszerű, hogy sok minden fel van hajintva. Mauzólum kell majd a későbbiekben, meg ezek. Na most akkor azt mondja. Első nap van. Kezdjük egy kovács műhelyjel. Ezzel a hősebb rontok ebbe a várba. Pont a vámpírosok ide jönni egyébként, mert a vámpír specialitása van. Jó. Veszek ki magamnak egy ilyen szarságot, és hipakok mindent a várból. Hát, 12 csontváz. Szellemből van 7 darab. És van még 8 zombi, és van még nálunk némi vámpír. Hát ennyi van. Ennyi van jelenleg, lehet látni, hogy mi van. Csak a izé van nála. A átok, mint varázsot, mint választó opció. Ezzel a hőssel, figyelj, azonnal magunkat teszük a szabályát, 1000 arany per nap. Itt pedig körülnéző mi újság van. Slack Toys-ból nekem, 12-t köszönöm, nem az a szöveg minek oda. Ez a helyet csak 500 arany. Szellem utánpótlás jöhet, 7 szellem nekem, spell power plusz egy majd később. Na jó, tekerek. Spell power plusz egy, egy pályának a hatályt valamilyen itt a félszigetnek a szélén állunk. Mehetünk majd hajóval is, de jött, hogy nézzük mi újságban még itt szerintem. Tudom, itt nem nézze semmit, melyek hajóval. Majd rögtön meg, azt ma másokkal le fog jönni fentről. 1000 TP nekem, köszönöm, basic bölcsesség vagy advanced páncélzat. Hát legyen akkor egy basic, mert ez elég jó első háromszor tűkeik alapból varázsolni, nem hülyeség. Ugye van két college-ünk, úgyhogy abból lehet mit legalább egyet lőni a legerősebbekből is. Basic bölcsesség az ületéké nekem. Ugye az alap bölcsesség lehetőség biztosít a hősöd számára, hogy megtanulja a harmadik szintű varázslatokat. Varázsló plusz egy. Innen el csúbuszok másokéként ebbe az irányba, itt egy kripta, szívesen láttak minket, hazajövünk. Otthon vagyunk. Építkezzünk. Előtthöz nincsen már egy lovettánk, ezt kell kezdenünk inkább ezzel. Az meg lehet. 5000 arany kell hozzá, 20 fa. Jó, akkor szerintem ezt most csináljuk meg, mert nem lesz apám soha erre ennyi cuccunk. Hát igen, marketplace. Akkor még, hát igen. Fabányánk az van. Megkértsünk a piasztret. Egy izénk van. Tekerés. Felszok a hajóra. Oké, ezzel pedig... Ezt nézzük ma az a nyújtságban a részen. Hát igen. Fél halcolni kell, amilyeink kell. Arról hagyjatok meg akkor. Látjuk, mit fogunk kapni ez a ajándékba. Kurva takony, meg kurva szél. Na. Nem tudom, mit varázsolni, ez szar az egész. Azt lehet félje varázsolni, hogy már véletlenül. Hú, ebből ilyen sok 5 vámpír van, ez nem írja akkor meg, mert ezek csak többen vannak, mint mi. Hát nézd meg, csontváz 13, 20 van ebből, 5 van nekem, csak 4 van ebből, meg 11 ebből 11 van. Köszönöm, mert nem pálya. Majd később visszatudjunk a témára. Jó. Ezzel jövök errefele. Kristályba, tehát lehet látni időmű a játék, ez nem kell harcogatna az ellenséggel. 14 van nálunk. Többet nem tudok várni. Ezt a szalpát adjál meg. Fú, apám, 2500 kell. Ezekkel faszolom kezdenünk első perctől, hogy ezt a rohadt izébe, rohadt anyjába. Jó, tudod mit? Hagyjuk ezt a fenébe, úgyis lesz a vízben.
fa. Onnan póton is nem fog venni 2500-ért darabot. Nelson raktár rendben van, jöhet is egyébként, mert egy fa meg egy kő. 500 arany elég sok, de ez megírja egyébként nekünk, mert fából hőből sosem elég, tudja mindenki ezt már, eddig megtanultuk. Mivel pont nem lesz egy darab fasár fél a izébe. Környéken. Hát fél nincs egyébként nálunk, ki tudja a lehetőségünk tengeri izi medvéknek tudod beállni. Sehol nincs már egy rohadt fa, nézd, a bocskost rohadt gecik. Nézd meg ezt, sehol nincs egy rohadt fa. Jó. Három válni nekem. Jövünk egyébként errefele. 1000 TP nekem, szintlépés lemaradt. Ez a miénk lesz. 17 fánk van jelenleg. Mit tudunk nagyjából csinálni? Csak tudom, hogy mi a picsa. Ja igen, ezek jelennek hozzá, oké. Erőt kell hozzá, nem kemény. Ja igen, minden az kell. Mágus torony, hát megint egy csomó fát le kell nyúlnunk. Mágus torony, hát ugye mondhatjuk úgy, hogy első szint. Hát nagyjából varázsnyi az, ami használható, vízhájtó nem sokat ér, ez nagyon speciális a vízhájtó, most gondolj bele valaki, hogy honnan tudod azt, hogy az ellenség most víztípusú varázsnyira lő engem, ezt honnan a fenébe találjam ki, mert lehet az földtípusú, légtípusú, víztípusú, ugye, de ez most honnan? És nézd apa, semmi nincs az egész izébe, nem hiszem el. Nézzek, sehol nincs a rohadt fa se. Szeret apám. Kenta úr, mert a többiek itt védik. Igazán nincs egy leírva a pálya az, hogy most hova kell gyakoroltok bennünk. Tehát nincs arról most szó, hogy most el kell mindenképpen mennünk a izébe. Ellen esett levenc. Az van, hogy ennyi csonti összeszedni. Persze nyilván nem fog összeszedni, látni mindenki a csonti ebből. Ha csak nem megyünk, az hatunk. Jó. Városháza meg lesz. Jöjjön nyugodtan a pénz. Tekerek még. És nézd meg, hogy semmi nincs ahol. Itt majd átjövök. Hát szerintem még erre nézelődjünk mi bref egy hét. Ezt majd holnap itt is ki fogom szedegetni. Slektort már kiszedtük innen, ezt is kiszedtük. Spell power plusz egy nekem. Tekerünk. Én le fogok jönni egyébként itt. Megnézzük, hogy nagyjából mi újság. Fél rengeteg pikkel volna lehetne, ha a csontvázzal beváltjuk. Varázs plusz egy, erő plusz egy. Ott már mindjárt jártam. Hoppá, ezt nem vettem még fel. Hetedik nap van, ide kell beugrunnunk majd holnap. Csak úgy mondanám. Most kellett volna erőt csinálni. Igen, igen, igen. Hát nem tudom már csinálni, mert tudod mi van. Gyakorlatilag. Nem tudunk annélkül semmit épp, úgyhogy mindenképpen ezt kell tennünk. Jó. Legalább ebből több jön. 13, 8, 8 és 4 fog jönni ebből. Ezt most ki fog venni a másik hős. Ezt meghagyjuk neki. Sprintelj. Öcsém, nincs semmi itt lent. Ez az arany nekem, csontváz nekem, lélek nekem, hát igen, nagyjából ezeket tudom, minden még fel fog jönni. Itt még szépen gyorsan fejlesztünk. Mauzóleumhoz kéne por, az van, kőből kell egy darab, hát akkor azt majd hónap. Jó, akkor várjunk, az pont jó jön most akkor ide nekünk. Sőt, ez most olcsóbb, csontváz átlakító, figyeld, csontváz átlakító mindenkit, az utolsó perc, hogy nagy isten az lenne, hogy pont mitől 2-500 arab, akkor még összeharácsolunk, ez nem lesz hülyeség most. Jelenleg. És nézd meg, hogy semmi nincsen sehol, rohadjatok meg akkor. Jó. Ki fogunk kötni ezzel ebben a részen. Itt akkor. Itt ugye már jártam, kivettem, mindenképpen kell válnunk, erre feljövök. Akkor, megvan a mauzólum, ezt meg is építjük. Oké. Egy tekerésbe viszünk. Hát és visszafogott komment, nem tudok most olyan anyázni minden, mert látja mindenki, hogy... Elég dugottan vagyunk. Dugottan, nyugodtan. Na most, ha megvan minden, itt visszajövünk ezzel. Építési lehetőségben, sötétség csarnokára szeretnénk rátérni. Ehhez 10 és 10 kő kéne, az nincs még egyelőre elég. Kihantos jobb, ezer aranyk, ez nagyszerű. Ez egy kitó plusz csontváz. Ezt nem kell egyébként mondanom, hogy ez mennyire fontos. Plusz csontváz. Megyek ezerrel. Most fel fogok én szedni azt a cuccost. Építési lehetőség. Igen, még mindig kéne két kő hozzá. Rengeteg pénz kell. Citadella se rossz. Szerintem ez... Negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, még egy hetedik nap, szeretném mi azt ennyi követ
birtokolni, hogy ezt mit tudom csinálni, de meglátjuk. Szerintem a Vaalingot váltsuk át kővé. Egyet ebből, egyet pedig ebből. Így megvan gyakorlatilag most. Sötétség csarnokkal mindenképp ő az a harcokban. Tovább megyünk, tekerek még ilyet. Ezzel szépen kiszap mindjárt. Jó. És itt pedig tulajdonképpen kéne majd nekünk Citadellához még egy két kő. Ezt pedig gyorsan át is váltom. Gyémántból egyet adok el, színes borból egyet. Így megvan a Citadellára, szóval jó, mert a növeli gyakorlatilag ezt is. Most 25 van egyébként heten. Tehát kiszámolni egyébként valaki, hogy mennyi egyébként ez. Így látosan, akkor ugye 25, hát 31 darab jön ugye hetente. Gondolj bele. Az gyakorlatilag mennyi is? Ugye 3 hónap, ugye az 12, meg még 4. Az 16. Ugye az gyakorlatilag 6-700-nál több nem lenne. És 2500, arra vár, hogy szépen nyugodtan itt termelődik, akkor az beszarik. Mert gyakorlatilag 3-szor annyira kell ennie, mint amennyi jön. Ennyi idő az, ugye ennyi. 5-7 nap fél királyság. Szerintem, igen, kijövök ezzel ide. Tekerek. Kis cső hazajövök, leadok mindent egyébként a várba, mert most ezt fog egyébként szépen itt mendegélni. Ezzel bejövök. 6. nap van. Kéne nekem kastély. Hú, anyám. 6. nap. 7. nap miért várnánk. A fa meg lenne, kőből pedig lenne 2, meg 1 az 3. Az lenne egy nagyjából 6 darab. Lenne a kőből, még kéne, még 4. Hát hallod, nem tudom. Meg kell próbálnunk. Ezeket elvileg már tudjuk. Jó. Pénzzel hogy állunk? Mi az, amihez nem kell se fa, se kő? Például ez. Fejlesztett lelkek sírboltja jöhet. Jó. Tekerek még egyet. Ez a csávókáva, a TP-t növelek. Jó. Kis csaj bejön, lead mindent, ami csak van neki. Át kell adnunk a nagymesternek. 4 ebből, 18 ebből, 13 zombi, és még a csontváz bossa elég, ugye? Ő már most éki van nekünk 48 rabunk. Ezzel pedig újra elkezdek fosztogatni, mert holnap annyira lehet fosztogatni, ez nagyon jó. Ez plusz nyersanyag, érdemes odafigyelni, mert időre vagy akkor összekezdeni mindent. Ezzel pedig, szerintem nem tudom hol nem voltam még. Ott se voltam még. Na minden, a TP-t ma szerezünk, bucsizom magam a hőst, úgyhogy mindegy is. Jövök errefele. Tiki valljátos egyébként ízit csinálni? Tudod, ilyen űrhajó, ja, űrhajót. Himpünk Galtika. Izét, hajógyárat. Az van. Igen, itt van hajógyár, nézek. Nem kell, mert már van ott. 7. nap van. 6 faj, nagyon megmondtam múltkor, hát nem tudom, hogy ebből kihozna a lényeget. Ebből tudok esetleg elpasszolni mondjuk 2-t. Ez 8. Ebből tudok lőni 1 darabot. Ez gyakorlatilag 9. Meg esetleg még ilyet ellők ebből. És akkor most már elvileg megvan a kastély. Azért jó, mert extra sok lényt fog kapni. 31 csont, ez a max. Egyet még rátekerek. Hazajövök. Kipakolok mindent a várból. 44 csonti. Akkor 60 ebből. Hú, bemegy a pénz rendesen. Mauzóleumosból, lincsből van gyakorlatilag ennyi. És itt még szerintem várakozunk. Fél 150, ugye az már harmadik hétre vigyázunk. 154 csontvázunk van. 23 feltámasztott. Akkor van nekünk itt még lélekből 25 darab. Vámpírból van 4. Ez jó lenne több vámpír, mert specialitás a vámpír, csak mondanám. És lincsből van még gyakorlatilag 7 darab. És van 8 darab halállovakból. Jó. Ezzel kiállok. Kis csaj, ide bejövök. Tudom mi? Kell a... Hát, majd később. Ettől megszereztem már, hogy nem ezt. Hát akkor nem is készülünk. Egyszerű. Ezzel pedig igen mindent fosztogat, hogy még várakoznom kell. Előbb mint a TP-t szedni. Tekerünk. 6 wilding nagyon fontos, ez megvan. Pénzt kell szednünk innen. Ezzel fel fogunk keresni ezt a helyiséget. Tekerek még. Ez arany nekem nagyszerű. Hoppá, van mi csont is. Köszönöm.
szellemet, kiszedem minden magamnak. TP nekem, figyel, megérte várakozni. Advanced támadás, védekezés plusz 1. Adott támadás 20%-kal növeli a közelhat során a lények sebezését. Nagyszerű. Vissza is jöhetünk egyébként ebbe a várba. Építési lehetőség, nézzük mi van. Sötét is gyarogban fejlesztett van, ami azért nem rossz. Apám, minden van, de az érdemes, mert ez igen erős. Tehát érdemes megintesztem, mert dupla atakot is képes, hogy ki lecsapni néha. És ez az egyik legerősebb lény, ezt nem hiszem, hogy lesz időnk kifejleszteni a izét. Csont sárkány, mert az már sok lesz a jóból. Jó, menjünk hazafele, 6000-en van. Egyet még tekerek. Hazajövök, jó. 9000-rel rendelkezünk. Nézzük, mit tudunk csinálni. Vámpírból mondom, jó sok kéne. És kéne még lincsből 2. Jó. Hát szellemből 23-on. Jó, ennyi volt, megyünk, nincs több időnk erre. 154 csontváz, 23 feltámadott, 25 lélek, 16 vámpír, 9 lincs, 8. Hát csak egy szóra. A rohadt térbe zártva. Jó, ez upgrade. Ez upgrade. És nincs már sok. A rohadt térbe. Ez most kiment a fejecském. És állj meg! És még át tudtuk fejleszteni a izéket is, igaz? Passz meg, passz meg. 800 ennek. 40, és ezt kell átfejleszteni még. Jaj, anyám, mert mennyire fog ez kerülni nekünk? Ez fájni fog, hogy mindenkinek. Itt már jártam, minek meg ide. Jövök erre. Egy napot még várnom leszek kinten. Ezzel szépen jövök. Ezt itt átfejlesztem. Azért nem semmi azért ebből. 8-al, és nincs is már több pénzünk. Megmondom úgy, hogy van ebből, hogy van. 3 van ebből, és kész. Tehát így néz ki a csúly, nem rossz egyébként ahhoz képest, hogy harmadik hét van. Hát már a negyedik, beül a csónakba, és innen szépen itt fogjuk kikötni. Harcolnunk-e mindenki, az egyértelmű. Elmegy szóra. Ajaj. Át kell adnunk neki a izét. Köpenyt. Harmadik szint, negyedik szint, köpeny nála van, nagyszerű, expert, nekromancia, jó, akkor nem kell semmi. Na ki ez a barom? Ma még szép, tudod, csonti. Én, mert itt van ti valami hengerek a oszló félben lévő tetemes mennyiségű hadseregünk. Ugye itt van Ném, ugye, bajtársuk, hogy elhullott ugye maradványai, majd omatosságból feltámad szépen. De ki az a kitkapál, mondd már meg? Épp mondtanak, hogy mi, hogy elmentek a gecibe, megöltük lévő szomszorok, faszom, hogy nincs már zaj, azt tessék. Tudom, hogy a szar csinálja ezt. 72 üzé van Kentú, ezt kell levernünk. Figyelj, azért milyen tudsz, Sofia, halálom, abból van 8 arab? Hoppá, hoppá. Lőj tudunk, de most hagyjuk inkább ezt. Nem, 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 gyere közelebb szépen. Figyelj, folyékonyan beszélek. Lement 10 Kentú, 62 maradt. Csontot vigyázom, mert azt gyűjtögetjük. Jön most csontváz, azt mondom hagyok. Gyere már te meg. Oké, Lement 22, csontot rá meg. Nem meg rá, mert nem akarom levegyék a pár csontomat. Csontomat törjék. 9 ment le. Figyelj, hallovag. Ennyi volt, 4 fél zombi le is ment. 576 experiences. 28 csontváz, hát igen. Megmondom úgy, hogy vagy azért lehet még gyűjtögetni rendesen ez a gondolom, mert most a negyedik hét. Nem semmi. Épp hogy nem semmi. Hetedik nap, ami azt viszök ide. Tekerés. Sprinteljünk! Állj meg, tudod mi ez? Harc mindenkivel. 40-39. Fél van már 182, te jó úgy napám azért, 2005 az nem durva. Most, hogy így mondod. Baszta meg. Nem ez egyszerű a dolog. Lement 15, alabádos. Gyere még! Gyere, te mocskos. Beledögleztek a papucsolyába. 33. Ezt hagyjuk. Hagyjuk. Agyon csaptam, agyon csáp. Nonne Vero Severo 790, 40 és 39.
Figyeld, expert támadás, tudás plusz 1. A mesetámadás 30%-kal növeli a közel hat során a nyersebezését. 30 a csontász pluszba. Jó, hát nem tudom, időnk egyébként erre a TP lépegetése, de szerintem kell időszakítanunk rá, max. 2 nap az egész. Na most. Elmondom, mit fogunk csinálni, szerintem két hőssel kéne mennünk. Szóval azt elmondom nektek most. Két hőssel kell, hazamegyek ezzel. És ez is őkabám szépen útba. Ejtem ma magunkat. Felszett mauzólom jöhet. Tovább. 1000 TP, nagyszerű. Slektorsz, megtorsz, nagyszerű. 500 TP, nekem pénz most nem kell. 1500 TP, szintlépés, expert tüzérség. Vagy basic bölcsesség, expert tüzérség választom. Nem tudom, lesz-e valóban ilyen izé. Kócerályos bolt. 1500, hoppá. Basic intelligencia, tudástól a TP-k száma plusz 1. Plusz néhány. Bátorság érdemrend. A bátorság érdemrend növeli a hangot plusz 1-jel. Sose járt egyébként, figyelj, pozitív hozzáállás egyből. Jó, ott mutka. Nem jártam, jó, minden is fogok. Ezt leverem itt. Harcok, még szép tovább, mindenki harcolni kell, tudjon csak a csonti. 27. 21 ponton van. Gyertem, mocskos. Figyeld, Captain Kenta úr vezető. Kenta úr kapitány. Ticsz! A nem semmi egyébként, figyelj, mart ebből egyébként van bőle 6, őben van még 9. Ennyi volt nagyjában, finomkodunk most. Széltudatosan egyébként lényeg térünk. 480 TP, 27-27, ebből kapunk mi 21 csontit. Van már 234. Hát igen. Hát igen. Építési lehetőség. Fejlesztett sírkert. Tekerés. Lélek nekem. Harmadik nap van. Menjünk haza. Ebből szépen. Jövök köcsém errefele. Hoppa, figyelj, ellenségnek a vára. Lesz már tudod némi rom az uri. Ide a csontvázat rögtön. Csontvázat a gommal. Csontlevessel. Hoppa, szóval csoda ezért ki mindent feldik. Egész pályát. Szóval egyébként. Ennyi van. Építsünk valamit, még 30 nap van, oké, minden meg ezen kívül. Necromance erősítő, jó, jöhet mindenkinek az erősítése, az mindenképpen kell. 10%-os plusz erősítés. Hazapuhánykodok, nagyszerű. Hoppá, figyelj, gépnek hogy van némi problémája? Vagyunk erőbe egyébként. Hát azért eléggé kiábrányító, megmondom úgy, hogy van. Gyakorlatilag ugye, hát még elég erősetnek számítunk szerintem, azt mi is egyébként mondjuk a legalsóbb szinten. Kingdom erő. Az mi lennénk? Nem tudom, akkor mi a gyakorlatilag a utolsó jel mindig. Hát várban, nem tudom az milyen színben van, mondom úgy, most nem látom a szint. Ez kék lehet talán? Lila lenne? Nem tudom. Meg fog ez nyilván fordul ez a statisztika, ne fi. Le lesznek verve az ellenségünk. Hey, az kell nekem. Nagyszerű térkép, ész. Mindenképp egy jó az. Totál full felderítés. Jó. Országház. Oj, öcsém, ez nagyszerű ötlet. Első óvap, negyedik hét, negyedik nap, majdnem minden fel a húzó, hogy mindenképpen jó. Ha az vagyok majd szép, és akkor ezzel majd elputliskodok. Itt voltam, figyeld, patkó nekem. Kentó szétverem. Hát nagyjából gyűjtögetünk, ez a pályaként erről szól. Remélem, hogy megvan az jó kalkulál, hogy kellett gazdálkodni egy idő alatt. Igyekszünk azért fest. Ö! 13. Van gond? Ne azt a mocskos! A rohadt anyába azt nem igaz a pámcsa a szemétlád, azt üti pont. Mi olyan lövőse rá? 4-12-t elvesztettük a pámcsontvázban, nem hiszem el. Advanced intelligencia. Ha az intelligencia 50%-kal megneveli az elérhető várspontok számát. Kaptunk 34, ugye az a mínusz, ugye 12, ugye az 22. Hopp, figyelj, így nézzék kicsit az egész pálya gyakorlatilag, lehet látni, hogy a vizeken kívül. Itt van a gépnek egy vára, ez elvileg ugye egy piros vár, illetve itt van egy-két cuccos a gépnek, és itt van egy kék vár, meg ott van még fent egy másik, szóval nagyjából ennyi van. Nem foglalkozunk mi semmi, hogy bejövök ide, szétrek mindenkit. Lándzsás nekem.
tó szintlépés. Építési lehetőség, sötétség fákja. Hát kb. Ennyi van most, amit csinálni kell. Két hőse kell egyszerre mennünk, és apám mindent gyakorlatilag el kell foglalnunk. Hogy mindenből aztán kinyerjük a izét, a javat. A javakat. Négy van ebből. Fél 60 ebből, kis ment a lovettánk. Várakozunk. Hopp, nem lesz már tovább miből izélni, mindegy. Itt van, mehettem. Titkok hújhó. Állj meg egy szóra. Igen. Lost lángyás. Fi egyensúly köpönyeg. Az egyensúly köpönyeg növeli a varázs ellenállásot 10%-kal. Hát ez jó hangzik. Hé, rohadjál, jöjj vissza később. Mi van egyébként az ellenség várába? Semmi nincs benne. Nem sok pénnyel apám, itt megmondom, hogy van, egyszerűen igyekezzünk el, faszom. Valamit akarunk itt.